Voltak mélypontjai, nyilván lesznek is még. Azt gondolom, hogy hamarabb jutok majd rajtuk, mint húsz évvel ezelőtt. De a, a, azt gondolom, hogy, hogy... és a, a, a filmről mondtam azt, hogy ő egy született boldog. Nyilván most a posztpubertás korát éljük, ami egy bonyolultabb helyzet, és a 19 lesz ő is. De hogy erre, hogy ez egy, ez egy, ez egy olyan, én erre úgy tekintek, hogy ez egy ajándék. Jánikő, szívből köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm én is. Meg vagyok hatódva, és még egy darab igaz leszek, úgyhogy fogadd el nekem ezt. Nagyon ne. Nagyon régóta vártalak, és vágytam rá, hogy itt légy, úgyhogy köszönöm. Jó, én köszönöm a türelmed. Hogy vagy mostanság? Már a sok mi ez változással, anélkül, hogy egy picit se érítsük, tehát, hogy nem politizálva, hogy vagy most? Sok változás van nálatok, sok változás van az életetekben, általánosítva, és a tiédben is gondolom, hogy van hatással a tiédre is. Egy, egy ilyen kérdéscsokor jött tőled, de igyekszem válaszolni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, tehát, hogy, hogy mi történik a fejünk fölött, mellett, a világban, az országban, a szomszédban, a bárhol. Én arra törekszem, és nem tudom mindig, hogy hogy bennem legyen egyfajta viszonylagos béke. Nem akarok elszentlődni, mert idejöttem, és ugye jött velem a, a menedzserünk, mert fél éve az is van így a divák formációnak, és én kapfogva jöttem, és ez nem neked szólt, hanem hogy a sok interjú, a miért kell jönni, a szabad napot szeretnék, a pénni szeretnék, nem szeretném magam kifesteni. Mamuszban akarok otthon lenni, és Macinaciban, de ezeket 5 perc alatt, és azt gondolom, hiszen ezt már nem is tudom, mióta egyeztetgetjük, hogy mi tudjunk találkozni, és ezt így legyőzöm magamban, hogy én ezt vállaltam, ez a munkámmal jár, beléptem ide, és már teljesen. Legyőztem azt, hogy még inkább otthon főztem volna, vagy kertészkedek, hogy nagyon hamar elrendezem magamban, hogy van egy életem, vannak vállalásaim, van kötelezettségem, tartozom magam felé, családom felé, szakmám felé, ezúttal feléd, ismeretlenül is, hogy akkor ezt minél hamarabb elrendezem magamban, a, a, a most, hogy hívhatjuk negatív rezgésnek, hívhatjuk hisztinek, hívhatjuk, túlpörgésnek, fáradtság a bárminek is. És ezt e, én nagyon sok ideje, és főleg így a vállásom és az anyukám e, halála óta, én ezen tudatosan is dolgoztam még. Alapvetően egy, egy derűs ember vagyok, aki tud örülni a napnak is, az esőnek is, és igyekszem megteremteni, de ez gyerekkoromban is volt, hogy, hogy a magam furcsa békéjét, ami az én békém, ami nem a környezeté, nem az a fajta béke, amit a, a világ elvár, hanem a magam kis kuckóját. Tehát kérdésedre, erre a kérdés halmazra válaszolva, hogy jól vagyok. Látod, most itt elkezdtem olvasgatni, hogy milyen könyvek vannak, itt kinél lehetek én itt, forog a kamera, harmonikus ez a, ez a hely, de jól érzem magam, de nyilván ez kellett önismeret, kellett, euh, kellett, fájdalmas leválás, elválás. Én nem is elengedésnek hívom akár a válásom, akár a szüleim elvesztését, ami apukám, mint, hogy gyerekkorban, hanem ilyen elengedéskének, amin mindig kell dolgozni. És hogy é dolgozol rajta? Hát kellett hozzá szakember, én ezt uh, nyíltan vállalom, és, uh, és férfihez is jártam, és nőhez is, amikor nekem gondom volt, és azért, mert én hiszek abban, tehát azért ilyen nagyon lájtos feminista vagyok én, és szeretem megélni a, a női létemet, is minden valójában, és az, a, az anyassággal is, egy határig a házi munkával is, de hogy ne legyek Férfi gyűlölő, ne legyek, nő gyűlölő. És aztán sokkal később hallottam arról, hogy, hogy ez Nyugat-Európában, vagy hogy ez ez egy bevett módszer, hogy női és férfi, kócs, pszichológus, tréner dolgozik veled, mert más energiákat alapvetően ö, szabadít föl, másféleképpen kérdez. Nekem erről fogalmam nem volt. Megtanultam, inkább relaxálásnak hívom, mint meditációnak. Van egy ilyen vezetett 22 perces, egyébként ezt egy nagyon fiatal, nagyon helyes pszichológus pasitól tanultam, és ugye azt is gyakorolni kell, hiszen ezt a nálam sokkal jobban tudod. Hogyha kimarad egy hónap, akkor újra kell tölteni ha a Mátrixot. Nap, ha kimarad, Jó, hát az azért többször kimarad, tehát azért, azért na, igen, tehát nem én vagyok a kis butha még. A saját hangodat hallgatod? Vagy ekkor e egóm nincs, nem, 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 a sajátomat. Képzeld el, hogy nem megó Úgyhogy, de szeretem a hangom, tehát ezt én áldásnak tartom. Sokkal jobban ezt a... hat a tudat alatt a saját hangodat, hangodat. Na, kipróbálom, Ez komolyan, tehát, hogyha ugyanazokat a mondatokat mondod fel, amelyek most jót tesznek neked, de a saját hangodnak. Na, ezt kipróbálom. A tudat hogy... sokkal nagyobb a hatással van, és tartósabb a hatás. Hogyha ezt csinálod egy, egy, egy hétig, mindenkinél más, és, Igen. és megteremted azt a békét, hogy függönybe húz, nem tudom mi, akkor Tényleg rááll, hogy utána 5 perc után már ott vagy a félig a nirvánában, és nem tud kibillinteni. Ezt egészen addig kigyúrtam, pedig pont a vállásom közepén. Makrancós katát próbáltam ott azért a szabad gyökeimet, azt, azt úgy eleresztettem, köszönöm szépen a rendezőnek is, a természet nagyon jóistennek, hogy miközben díszítette két próba között, befeküdtem a lépcső alá polifomra, tettem egy pár, a szem alá, és fülhallgató, tehát, hogy eljutottam eddig a szintén, de akkor naponta kellett gyakorolnom. És ez például sokat segít. Amikor olyan időszakom volt, akkor minden éjszaka kiártam, még volt egy kis lélikutyánk az erdőbe, és tök egyedül, jó telefon volt nálam, és néha nem is világítottam elemlámpával. Ez a Kapcsolódj össze a természettel, most ezt bárhogy is hívhatjuk. És hát mivel ez azért hosszan tartott, ezért megtapasztaltam a telet, a napot, a, a éjszakát nyilván nem a napot, hanem a holdat, de nappal is sétáltam. Azt, hogy sárban, szélfúvásban, hófúvásban. És ez, ez volt az én és ez nem kellett világá mennem. Mely Csak része? lélekben. <laughs> Mely részeidet? Tehát a női esélyedben Igen. érintette a legjobban a vállás, és mit kellett összeraknod leginkább? Szerintem, aki ezt végéli, akkor az mindent. De, de hogy tegyem hozzá, hogy megadatott, hogy egy olyan hivatást választottam, és ez a hivatás, ez most már ugye főiskolával együtt 37 éve, úgy tűnik, hogy elfogadott engem, hogy én sokkal több mindent megélhetek a színpadon, és ez tényleg ajándék, ami igenis segít a feldolgozásban egyrészt. Pont amikor, amikor eldöntődött, hogy hogy azért ezt itt le fogjuk zárni, pont akkor kerestek meg a makrancos katával. Előtte a kaktuszvirágával, ahol egy ö, idősebb, a, ami felfogásunkban és verziunkban egy idősebb volt az asszisztens, aki rajong az orvosi, aki a Hubert volt, ugye, és, és végnézi, ahogy ott hurcolja fel a kis csajokat, és ő meg nem kell. És a, tehát, hogy képzeld el, hogy ezt dobta a gép, hogy ezt élhettem meg. Ebben lehetett olyan jelenetek, és amikor úgy osztja a palit, a makrancos katar rögtön utána, aki megint. Szóval, én hiszek abba, hogy van vezetés, és, 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 és remélem, hogy meg is érdemlem azt a sok jót, amit kaptam a szakmától, hogy megélhettem, és pont azokban az időszakokban. És az rengeteget segített. És segítettek a szakemberek, segítettek nekem sok barátom. Tudom, hogy van, aki azt mondja, hogy az embernek csak egy barátja lehet. De aki a legjobb barátnőm, volt, vagy én úgy apostrofáltam, ő, nagyon hamar ö, meghalt, és betegségben is rád van. És, de én, 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 úgy vélem, hogy nekem sok barátom van, és barátomnak tartom azt, és akivel lehet, hogy egy évben egyszer beszélek. És mindig azt mondom, hogy remélem, hogy te is annak tartozod oda, mint az óviba, hogy ezt, hogy ezt ki is mondom. És amikor krízis helyzet volt, akkor már átszakadt az a gát, már jó pár évvel előtte, hogy merek beszélni a kudarcaimról, a butaságomról, a sérelmemről, a csalódottságomról, a, az én hibáimról, és hogy ezt, hát szegények, hát legalábbis azt mondták, hogy meghallgatták, ezt lehet, hogy közben főztek, és kinyomták a telefont, aztán visszakapcsolták, nem zárom ki, és meg is érteném. Tehát, hogy nekem mellettem volt segítség. És onnantól kezdve, hogy eldöntöttem, hogy én nem arcolok tovább, mert mert az senkinek nem lesz jó, a háromszög egyik csúcsának sem, és önvédelemből is, tehát ez meg az ego, vagy az egészséges életösztön nevező bárminek. Ő nagyon hamar bejött az életembe a Péter, illetve hát úgy jött be, hogy ő nem tudta, hogy ő bejött, én meg levadáztam, mert már ő is külön a feleségét, ő nem szerettem volna megismételni a történelmet, tehát ő külön élt egy akkor és akkor így megengedtem magamnak. Ezt a bátor luxust is. Hát ennek most már az a hat és fél De ez is szerencse. De egy nyitottság is. Hogy azt mondom, hogy egy ilyen után nem azt mondom, hogy ezért, vagy rögtön kardozok, vagy rögtön taszítok, hanem azt mondom, hogy hát azt megpróbáljuk elengedgetni. Ezt meg mi bajom lehet? Tehát. Szóval kell bátorság és nyitottság. De ez, én azt mondom, hogy igen, kell bátorság és nyitottság. A mindenféle feldolgozáshoz is. Meg abban is hiszek, hogy, hogy, hogy ha csak a, a szőr mentén, vagy a szőnyeg alatt megy minden, és nem engeded le, te ezt tanultad, és ennél nálam sokkal többet tudsz. És szeretném, hogyha kiavítanál, hogy tanuljak, ha már itt ülünk, itt a, a hosszasan, hogy, hogy beengedd azt, ami fáj. Én, én úgy szoktam mondani, hogy átenged. átenged mert beenged. hogy beengeded és el is engeded utána. Elengeded. Tehát, elengeded. hogy levonod, amit le kell, föld, hagyod, hogy egy kicsit fájjon, kicsit tovább fájjon, annyi amennyi épp Hat szükséges. Hat fájon, mert hogyha nem fáj, akkor nem érzed az értéket sem a sajátodat, sem az elveszített értéket, és igazából úgy építkezünk újra, hogy tudjuk, hogy. hogy mi volt az érték, mi maradt. És, ez a, és mivel megyünk tovább? Én Visszamenőleg, és, és egyébként ezt a Péterem mellett is ö, vállalom, hogy én úgy élem meg, és nem érdekel, hogy a világ erről mit gondol, és hogy bárki más erről mit gondol, hogy abból a 30 évből, amit a válásig és a megismerkedésünktől, hogy abból nekem, tehát a, az én kétharmados többségem, az ö, az, ö, az én értékrendem, és nem a világ szerint, az bőven meg volt és a, visszatérek a kérdéscsokrodra, tehát a, a változásokra, meg hogy mi. Tehát amikor azt gondolják, hogy nem kell lesz, vagy egy fiatalabb, vonzóbb, vagy azt szerintem nincs ember, nincs se nő, se férfi, akinek az azért, azért az egy tockos. Az. az, az mert is, a, a oda, bármi, a kérdést, igen, hogy mi nem jó, vagy mit nem csináltatok. Miben vagyok én kevés. Így van, vagy Vagy, mi vagy mi, mondtak, vagy igen. kiolvastak, mint egy könyvet, és ennyi volt, hiszen olyan igen. is van, hogy, nem egyformán fejlődünk. Változunk. És az is más, hogy változunk. És ugye itt más visszatérek változunk. a kérdésedre, hogy mondtad, hogy független a politikától, hogy, hogy a, a, a mi történik. De hát a, a világban van változás. Ha lehet, akkor szeretek egyedül öltözni. Erre nyilván nagyon sok helyen nincs mód. De szeretek spanolni, de hogy. Vagy akkor elmegyek egy tusolóba, egy mosdóba, hogy legyen öt percem, úgy hívom, hogy én ommolok, és amikor ne szóljon hozzám senki, nem mondja el, hogy mi van vele, de hogy ez egy, ez egy. nagyon picike, de erre, erre van szükségem. És ez természetes ma? De hogy én, én és ez ezt ritkán tudom megteremteni. Ez és ugye telefonon is, tehát állandóan csörög, állandóan csörög. Nyilván nem ismerem és nem tapasztaltam meg azt, amikor nem csörög, mert azt gondolom, hogy borzasztó lehet. Az is borzasztó lehet, hogyha ha, ha, ha senki nem hív. De valamiért az meg nyilván genetika, vagy valamiért, vagy rezgés. Nyaraltunk még régi családomban, vittük a, a édes anyósomat és rengeteg ember volt a parton, Horvátországban, tengerpart, feküdtünk, napoztunk nagylányjal, kicsi volt még a fiam, és oda jött hozzám egy idegen eh, csaj, angolul beszélt és tampont kért. És a Kari mondta azt, hogy ott volt rengeteg fiatal nő. Tehát és azt mondta, hogy ezt nem értem, és nem mellettünk feküdtetett, mint a heringek. És azt mondta, hogy ezt el nem tudom képzelni, hogy ez hogy van, hogy egy 20 éves lány hozzád megy oda, angolul beszél, tehát kinézi, hogy azon a szinten, a, Péterem angol tanár, tehát szerintem English beszélek, én azt mondom, hogy olyan nyelvet. Tehát kinézi belőle hogy beszélsz angolul, hogy kommunikálsz, eldönti, hogy hozzád mer fordulni, hiszen ez egy nagyon intim és nagyon személyes kérdés. Feltételezi, hogy még menstruálsz, de hát, hogy így mindent egy gyerekek vannak, hogy ez miért van? És rengeteg nő feküdt ott. Meg van a válaszod, hogy miért volt? Va -va, gondolom, hogy valami olyan lehet a, a napszemüveg, tehát hogy még csak azt sem mondom, hogy én nézegettem, vagy csacsoktam. Tehát, hogy valamiért olyan, hogy így, hogy így Jönnek az emberek, is, és cuppannak rám, külföldön is. Tehát Mit ez... gondolsz, ez mi, minek köszönhető? Én ennek esküszöm, hogy örülök. Nem tudom, nem tudom. Lehet, hogy van egy befogadó készségem, nekem is van nyilván az a kisugárzásom, hogy egy darabig. Bizalommal vannak felém, és igyekszem ezzel nem visszaélni. Húsz éve is így, így voltál, így éreztél? Én azt hiszem, hogy alapvetően ilyen vagyok, de ebből ki tudnak billenteni. Igen. Voltak mélypontjaim, nyilván lesznek is még. Azt gondolom, hogy ö, hamarabbát jutok majd rajtuk, mint húsz évvel ezelőtt, de a, a, azt gondolom, hogy, hogy és a, a, a filmről mondtam azt, hogy ő egy született boldog. Nyilván most a posztpubertás korát éljük, ami egy bonyolultabb helyzet, és a 19 lesz ő is, de hogy erre úgy tekintek, hogy ez egy ajándék. Hogy élted meg a negyvenet? Ja, de, az sem, de. Mi, milyen változásokat tapasztaltál a testedben, a lelkedben? A 40 nekem a világon semmi bajom És volt. az 50-nel? Visszamegyek még a 40-re. A 39 évesen, majdnem 40 évesen kerültem be a tévébe. A, és úgy mentem el a castingra, hogy összecsurkázott hajjal, életem álom főszerepét próbáltam, ami a kabarének a szellie, sportcsarnokos, nem tudom, bankadott pénzt, összeszerezt egy ember, mm. és előtte háromszor, négyszer voltam az RTL klubnál, vissza se hívtak, hogy nem kell lesz cica. De tudom, hogy ebben a szakmában, ez egy nagyon picike ország, de a világ is nagy, tehát hogy ott se szabad megsértődni, itt meg aztán pláne nem lehet megsértődni, akkor sem, ha nem hívnak föl, tehát a nyuszika és a fűnyírod, az szerintem az egy nem jó ö, hozzáállás. Ö, úgyhogy oda mentem, de azért már bele volt a nyuszika és a fűnyíró is, hátul a csomagtartóban kicsit, hogy jó, most oda megyek, de már nem megyek el előtte fodrászhoz, hanem akkor oda megyek, ezt. vagy kellek, vagy nem. És akkor kellettem. Tényleg oda mentem, csurkázott hajjal, nagyon fáradtan, nem szépen felöltözve, és akkor ez volt csütörtökön, hétfőn már műsort vezettem, és egy nyolc évig. Tehát 39 évesen kerültem be a kereskedelmi csatornához, ugye, ahol kettő dolgot tanultam meg. Ha 40 fölött nő van a képernyőn, akkor egy kattanás a távkapcsolón, amit köszönjük emesre. Tehát, hogy azért ez az egyik. A másik pedig, hogy a mókus és patkány csak jobban a PR -ja, de hogy... És, és ezt így az első hetekben, de hogy... de Szóval, hogy kérdésedre válaszolva, hogy igazából ott volt egy ilyen comeback ami nem a szakmába, hanem a hogyan leszel világhírű az utcába című dologhoz, de ezt is már elég idős voltam hozzá, hogy hogy ne azt érezzem, hogy de most már a, a vidéken is fölismernek, tehát hogy ezzel tehát nem, ez annyira, és, és, igazából mindig azt mondtam viccesen, hogy jó, adtak mit tudom, egy hónap után kártyát, hogy tegnap még nyitotta a, a kódom a sajtót. Tehát hogy, tehát, hogy már máshogy állsz hozzá, mintha ezt valaki húsz évesen kap, és azt érzi, hogy isten mennyi interjú, és a ézé, és a szponzorú cí, és hogy megint a tév, és ó, hát minden. Tehát, hogy ezt már azért annyira a helyén kezeled. A, hogy, ha ezt 40 évesen kapod ezt a fajta ö, napi televíziózással járó jót és rosszat. Szóval semmivel nem tudod kivenni csak a jót. Szóval akkor ez egy ilyen időszakom volt, megszületett, a, ugye a második gyerek akkor volt ö, kettő és fél éves, ő, a gyerekeim apukája szervezett egy csodálatos meglepetésbúlit, aznap is dolgoztam, de tudta, hogy ez ilyen, tehát előre úgy szervezte, hogy kvázi, mintha még munka lenne, hogy nehogy bevállaljak valamit, mert gondolkodás nélkül, tehát ez sok barátom ott volt, tehát ő, erre egy visszamenőleg is, meg a vállással együtt is úgy gondolok, hogy ez egy hihetetlen édes gesztus volt, ott voltak a barátaim, sikeres voltam a, a, a a, a, a munkámban, a tévé megadta a, azt a hírnevet. Szóval, hogy egészségesek, okosak a gyerekek, azért a kicsiről is kiderült, hogy időnként önveszélyes, de hogy, hogy egészséges és értelmes. Tehát... Mit hozott az ötven? Az ötvenedik meg már azt, azt eldöntöttem, még mielőtt a Pétert levadáztam magamnak, hogy én szervezek magamnak bulit. Jó, akkor itt már túl voltam ezen a anya elvesztésén, a, tehát még nem váltunk el papíron, de hát azért az ugye várható volt. A napján is játszottam kettőt, segítek, és másnap reggel volt egy tévés felvétel, és hát aminek nem emlékszem minden pillanatára, azt bevallom tőle, természet. Duplát játszottam, és a malács kértem meg az igazgatóságot, hogy hogy bírjam ki a büfét, mert hogyha még onnan este 10 el kell hívni valakit, és valamennyi minimál sajtó volt, és mondtam, hogy figyeljetek, most fotózzatok, és nézé, és aztán kérek mindenkit, tegyél a kamerát, és bulizanak velünk a, a édes sajtó és média, és Mici és minden barátja. Megünnepelted magad. Igen. Igen. Nem volt olcsó diszkós volt, mert én azt szeretem, és a 60 is az lesz, é. és a 70-en is, ha megérem, és a 80-on is. Szerintem érdemes lenne ezt évente megtartanunk, ezt a bulit, megünnepelni? Nem keresek ilyen jól. <gül> <gül> nem feltétlenül olyan költségben, de hogy ahogy... De érdemes lenne. De azért visszatérve, hogy ne handabandázok, hogy nekem csak megszületni volt, mert ez nem igaz. Azért van egy örökletes, izületi betegségem, ami ugyanúgy, tehát a unokanővéremnél. Hát ezt most azért hagyjuk is, így ennyiben, ez hogy ez hagy maradjon az én. Ez egy örökletes, ugyanennyi idősen jött ki unokanővéremnek is, de ezt is igyekszem jól kezelni. Pedig nagyon szívesen beszélgetnék róla, mert nekem reumatoid artritiszem van 24 éve. Hát nagyon szeretlek. Biológiai még... terápián vagyok. <laughs> Ó, csodálatos. Biológiai terápián Jó, tessék, vagyok. Voltam kórházban, egyébként ott pont fölhívott olyan újságért, és kértem, hogy ezt ne érje meg. Onnan jártam ki játszani, és azt is eldöntöttem, hogy, hogy, hogy az a fajta, tehát volt, hogy pont születésnapomra jött olyan kolléganő, aki mint nem látott két hónapja, de egyébként is mondta, hogy volt-e feltöltetni? Mondom, nem, a szteroid. És tudod, és amikor elindult, hogy kocka feje van a néninek, vagy ennyit vagy iszik, én vagy nem tudom, plusz áram, igen, akkor mondtam, hogy akkor ezt, ezt most akkor ezt elengedjük, akkor kibírjuk, hogy néha uh -huh. úgy. És most szteroidom vagy? Nem, vagy nem semmi? Nem szedek semmit, nem. Fájdalomcsillapítós néha. Fájdalom Azt néha, de nem minden nap. Egyébként karantén alatt a lányommal táncoltam, mert ő közgazdász, de hogy, és nagyon fájt, amikor ez a zöbe, uh -huh. de, utána mégis jobb. Tehát én nekem, én arra jöttem rá, hogy ha, ha, nem csinálok semmit, akkor is fájt csinálok, akkor is te csinálok. Uh -huh. Ezt így, ennyi. Én is így Ezért élen. nagyon praktikus. Én sem érzem betegnek Igen, magam. ez meg van, amikor a, Már... a mama miában van az a gyors mozdulat, most ezt nem, ó, most májtam. Konyhás recept mert nem gyúrok elegen, de van egy ilyen, és ezt nagyon gyorsan a az Na, De ezt úgy tudtam csinálni, mert gyorsan. a csillagos eget is letagadom, hogy a munka megmaradjon. És, a, és így csináltam a izébe. Mert akkor éppen ott tartott ez a... Igen. Na én biológiai terápiám vagyok, ami ugye azt jelenti, hogy két hetente a szuri van. Aha. saját magamat inekciózom, azért, hogy aránylag tünetmentes Aha. legyek. De ha ezt ebbe hagyom, akkor tolókocsiba kerülök. Ez így. E Amíg az állam nem, nem finanszírozza, és, és jó szívű velem, és én ezt kapom, Aha. addig minden rendben, hanem, mert hogy ugye, ha, ha például meg vagyok fázva, vagy egy influenza, akkor nem lehet ezt az inekciót ö, bevenni. Aha. Na és akkor mutatja meg magát a betegség igazából. Tehát akkor megmutatja úgy, ahogy van. Ah. Na és akkor van, hogy nem, nem lehet, ez én, kell nyilván az van. fokozatok vannak, nyilván, nyilván persze, ez enyém nem. Persze, persze. Olyan, és valószínűleg ez egy genetikai, tehát a... a és hogy elvileg Azt szoktam, hogy jó emberek mindig kapnak. Női ágon, ugye, az, a nők többsége, igen. Igen, és az 80% a, nő a betegekből. És a, a, lehetett, csak akkor azt mondták, hogy hát ő ezért reumatett, 83 éves koráig ért, csak hát nyilván nem volt egy sporti bébi, de ez két világháború. Na, nálam nem örökletes, nálam szerzett, és lelki oka van. Hát, hogy így. Vagy így van, vagy nem, és azt szoktam mondani, hogy az se biztos, hogy úgy, mert volt egy pont, azt mondtam, hogy na ezt én most letettem ezt a lampot, és és hiszek abban, hogy én ezt legyőzöm, és hogy máshogy. Vagy így lesz, vagy nem. Legyen így. Nekem uh, annyit sikerült uh, mentális gyakorlattal, mert nyilván NLP-s vagyok, nagyon sokat dolgozom ezen, hogy, uh. hogy, hogy az öngyógyításon, hogy mondjuk a tünetek még biológiai terápia nélkül is talán gyengébbek legyenek, az az igazán beteg, akinek betegségtudata van. Hogy így... Akinek nincs betegségtudata, sokkal könnyebben viselni. Azért, egyébként. tehát azt mondom, hogy most fáj, de van, igen. akinek meg cukorbaja van, van, akinek meg mit tudom És én. van, aki arra fókuszál, és van, aki csak elfogadja mind az időjárást, hogy ma egy kicsit felhős. van. Van fáj, de majd így igen. van, de egyébként napos az idő de, az életünkben. Én kérde, próbálok így létezni, tehát van olyan reggel, igen. Oh, és, este fogok. Ú, de lesz. <laughs> és este táncolni fogok. És este táncolni fog. Este táncolni fogok. És este táncolni fogok, és igen. Tényleg csak csomagaján van jó Istenek, de ezzel együtt egy elfogadás is. De azt azt meg kell szerezni. De nem a világgal, a helyzettel, ami nem olyan rossz, kell hozzá bátorság, hogy nyiss egy új kapcsolathoz, hogy. Percez, de de nem. Elfogad az új testedet, mert azért változik. Mert azért változik, de Ez azért változik. figyelünk rá. Hogy ne figyelünk, rá. rá. Hogy, hogy ne figyelünk rá. Ne hát, azért, rá. A, azért a, de hogy változik.